Az operatív törzs mai tájékoztatóján elhangzott, jelenleg 60 katona szolgál kórház parancsnokként. Az egészségügyre terhelődő többletfeladatok miatt mintegy 1100 katona kezdte meg feladatát az egészségügyi intézményekben. A katonáink olyan feladatokban tehermentesítik az egészségügyi dolgozókat, amelyek egészségügyi szakképzésítés nélkül is végrehajthatók. A katonáink ennek keretében testőrmérséggel egybekötött beléptetési, betegirányítási, útbaigazítási, betegkísérési, adminisztrációs és logisztikai feladatok ellátásával segítik a kórházak működését. A katonák a rendőrséggel együttműködve vegyes járőrcsoportokat alkotva vesznek részt a kijárási tilalom betartásának ellenőrzésében, a közrend és a közbiztonság fenntartásában. A tavaszihoz képest 10-szeres létszámmal az ország 56 településén kezdődtek meg a járőrözési feladatok. Tájékoztatójában az országos tiszti főorvos kitért arra, ebben az időszakban az egészségügyi ellátórendszer terhelését kell csökkenteni, hiszen látjuk azt, hogy egyre többen kerülnek kórházba, egyre többen vannak lélegeztetőgépen. Müller Cecília a tesztek elrendelésének menetrendjéről is szólt. A rend, az eljárásrend változatlanul érvényes. A házi orvos rendeli meg a gyanús betege részére a laboratóriumi vizsgálatot, amelyet az országos mentőszolgálat koordinál. A beteg állapotától függően, hogy milyen egészségi állapotban van, elvégzi vagy a beteg otthonában a mintavételt, vagy pedig a szűrő buszra irányítja, és ekkor természetesen maszk viselése mellett tömegközlekedési eszköz használata nélkül a szűrőpontra lehet érkezni, és ott történik meg a mintavétel. Pozitív eredmény esetén bizonyítottan koronavírusosnak fogadjuk el az eredményt, tehát igazoltnak vesszük a megbetegedést, negatív teszt esetén pedig újabb mintavétel következik, ekkor meg kell, hogy történjen a PCR vizsgálat is. A rendőrség munkatársai folyamatosan ellenőrzik a maszkviselési kötelezettséget minden helyszínen, emellett a kijárási tilalom és a közterületi csoportulás tilalmának betartását is. Továbbá az üzletek, vendéglátóegységek nyitvatartását is fokozottan ellenőrzik a rendvédelmi szervek munkatársai. Az elmúlt 24 órában rendőreink közigazgatási hatósági intézkedésként 3 esetben döntöttek vendéglátóhely, illetve szolgáltatási hely idéglenes bezárása mellett, így a jogszabály 6 szolgáltatási hely létesítmény tekintetében döntöttünk a bezárásról. A tegnapi napon a 3 üzlet bezárásból 2 a főváros területén, 1 kávézóban és 1 fodrászüzletben történt, egy esetben pedig a Hajdú-Bihar megyei Monostorpályi területén intézkedtek rendőreink egy presszó területén. A kijárási tilalom és a közterület használat szabályainak megszegése miatt az elmúlt 24 órában 358 személlyel szemben intézkedtek a rendőrök.